Ides Tova 30 éve, hogy szabadon megemlékezhetünk október 6-áról, a 13 aradi bértanú tragikus haláláról, sőt, mi több, Aradon például sikerült felállítani újból a hányatatott sorsú 1890-ben leleplezett Zala György alkotta szabadságszobrot, igaz, nem az eredeti helyen. 1990 előtt Erdélyben beszélni sem volt szabad a 13 vértanúról, illetve az emlékükre állított szabadságszoborról, hiszen a kor legkegyetlenebb diktatúrája, a császári diktatúrához hasonlóan, kegyetlen megtorlásban részesítette az ellenszegülőket. Hogyan alakult ki és mikor vált lehetővé a 13 vértanúról való nyilvános megemlékezés? Ebben segítségünkre lesz a korabeli sajtó. Mióta üljük meg borongó emlékezettel a vértanúk napját, és ki volt az, ki először tette azt a kegyeletes indítványt, hogy minden évben hálánkkal áldozzunk a hősök emlékezetének, akik vérüket ontották a szabadság ügyéért, hiszen a nagy nemzeti katasztrófát követő gyermekség alatt hosszú évekig csak titkon dobogó szívek imájában élhetett Batthyány és vértanú társai emlékezete. Az 1859-i első vértanú requiem szokatlan jelentőségét, különösen a külföldi események által fölkeltett merész várakozások, izgalmai és a politikai természetű előzmények egész sora fokozták. Alig hangzottak el Solferinónál az utolsó ágyúlövések, egész Magyarországot lázremegtette meg, s a felbuzdult hazafiság külső jelekben is igyekezett az annyi ideig visszafojtott, de most annál nagyobb erővel kitörő hazafias érzelmeknek kifejezést adni. A Solferinói csata a szárd-francia-osztrák háború döntő ütközete volt. 1859. június 24-én zajlott le Dél-Kelet-Lombardiában, Solferino község környékén. A Piemont felől visszavonuló osztrák császári haderő, másfelől az őket követő francia császári és a vele szövetséges szárd piemonti királyi haderő között. A csapatokat az uralkodók személyesen irányították. A Gárdatótól délre lezajlott ütközet az osztrák császári haderő döntő vereségével és visszavonulásával végződött. Nem kis mértékben táplálta a hazafias érzés e fellobbanásait az a mozgalom, mely azon év nyarán Balatonfüreden Dőri Lajos és néhány Tolna megyei földesúr kezdeményezésére indult meg, akik fogadást tettek, hogy ezután csak magyar ruhát viselnek. Példájukat követték a Nemzeti Színház művészei, elsősorban Lendvai Márton és Feleki Miklós, majd meg az egyetemi ifjúság. 32 ifjú jogász állt egybe Vezerle Zsigmond vezetése alatt, aki kibérelvén a Hunyadi László előadására a színházi erkélyt, társaival együtt Díszmagyarban, Panyukás mentében, sastollas kucsmával és sarkatyús csizmában foglalt el a színházat zsúfolásig megtöltő közönség tagsai közt az erkély üléseket. Néhány nap múlva a magyar viselet már általánossá lett. Ilyen hangulatban állott be az 1859. év októberében az iskolai év kezdete. A fiatalság nagy számmal gyűlt Pestre, különösen a jogi egyetemre, melynek előadási nyelve akkor még kizárólag német és latin volt. Két ifjú jogász fejében villant meg a gondolat, hogy folyamodjék a jogász ifjúság testületileg a császárhoz az iránt, hogy ezután az előadások a Budapesti Egyetemen magyarul is legyenek tarthatók. A mozgalomnak lelke Domokos László, később erdélyi képviselő, és ítőlőtáblai bíró, meg
Kormos Béla magyar királyi közjegyző voltak. A rendőrség megtiltotta az ifjúság gyülekezését, de a tilalom mit sem használt, naponként összejöttek délután a Fillinger kávéházban. A Bécsbe küldendő deputáció céljaira 2-3 nap alatt 1600 forint gyűlt össze. 8 tagú küldöttséget választottak, melybe Kormoson és Domokoson kívül még Vivo, Serc, Szemere, Csapó, Máriási és Szentkirályi vettek részt. Az egyetemi tanács megtudta a dolgot, szigorúan megtiltotta az ifjúság küldöttségének a Bécsbe menetelt, egyszer s mint a mozgalom két vezérét, Domokost és Kormost fél évre relegálta. A deputáció azért mégis fölment Bécsbe, és pedig úgy játszotta ki a szemfüles rendőrséget, hogy tagjai egyenként lopoztak ki a pályaudvarhoz, mi alatt a rendőrség, mely azt hitte, hogy testületileg fényes díszmagyarban nagy kísérettel fognak felvonulni, hiába leste őket. A kérvény azonban, melyet Török János fogalmazott és számosan írtak alá, soha nem jutatott a felség elé, és a bécsi rendőrség neszétvevén a dolognak, az egész küldőséget kötött útlevéllel hazaküldte. A küldőség visszaérkezését a főváros összes lakossága tüntető ovációval fogadta. A Dunasor, mert gőzhajón jöttek, fényesen ki volt világítva, és dacára a rideg őszi időnek, a szőnyegekkel díszített ablakok Budapest legszebb női közönségétől voltak zsúfolásig telve. De még nagyobb diadal volt az egyetem ifjúságra nézve, hogy az Ostdeutsche Post szerkesztőjét, Kurandát, aki lapjában gúnyos megjegyzéseket tett a tanulni nem akaró, könnyelmű és a deputáció címét bitorló tolakodókra, Domokos László erélyes fellépése a sértés visszavonására bírta. Ez a Domokos László volt az is, aki ugyanekkor, mint a fiatalság egyik vezéralakja, először pendítette meg barátai előtt Batthyány Lajos kivégeztetésének 10 éves évfordulóján ünnepélyes gyászmise tartását. Eleinte csak keveseket avatott bele a terbe, csak legmeghitte barátaival közölve azt, jól tudva, hogy a hatalom a legcsekélyebb gyanúra is képes lenne mindent elkövetni, hogy útját állja a hazafias kegyelet megnyilatkozásának. A tüntetni mindig kész ifjúságot megnyerni a közreműködésre nem volt nehéz. Mind a mellett óvatossággal a vezérek úgy gyűjtötték össze a fiatalságot a Fillinger udvarára, hogy nem is közölték velük az összejövetel célját. Csak mikor már mindannyian együtt voltak, léptek kitartózkodásukból a mozgalom tervezői. Az eszme élénk lelkesedéssel találkozott. De hogyan lehet hajtani végre a szép és nemes gondolatot a polícia árgus szemei ellenére? A jogászok egyike vállalkozott, hogy elmegy a ferencrendélyek barátok téri zárdájába ugyanazokhoz, akikre bízta a család a vértanú tetemeinek gondozását. A folyosón találkozott egy szerzetessel, akit fölkért, hogy mondana misét Lajos nevű meghalt atyáért. A hazafias pap rögtön megértette, kiről van szó, cseppet sem habozott, hanem bement a templomba, melyet az alatt színútig megtelt fiatalsággal és érdeklődő közönséggel. Komoly áhítat s mély megindulás közt vette kezdetét a gyászmise. A pap halkan mormolt a fohászát a megholt lelki üdvéért, mikor épp azokat a szavakat mondta, hogy Servum tuum Ludovicum, nyílt a templom ajtaja, s belépett rajta Batthyány Lajos özvegye talpi gyászban, a magyar főrangú hölgyvilág több előkelő tagja kísérletében. Mély meghatottság vett erőt a jelen voltakon, és tekintetét mindenki a nemes özvegyre emelte. A rendőrség csak későn tudta meg, mi foly a ferenciek templomában.
azonnal intézkedett az ünnepi meglátására, de mielőtt a rendőrség és katonaság a hely színére érkezett volna, a templom kiürült, s a gyászoló közönség néma csendben oszlott szét a kegyeletes szertartás után. Így folyt le az első vértanú requiem, melynek egyik eredménye volt, hogy Domokost, a terv első megpendítőjét, a rendőrség Erdélybe internálta, az egyetemi tanév megkezdését pedig a következő évben októberről novemberre halasztották, nehogy az összegyülekező fiatalság október 6-án újra megragadja az alkalmat hazafias érzelmei kifejezésére. Azóta változtak az idők, de a nemzet kegyeletes érzése nem változott, és 1859 óta minden évben ünnepet szentel vértanúi halhatatlan emlékezetének. Tele van a szívem, lelkem aradi képekkel, szomorú és magasztos benyomásokkal. Mégis, mikor papíroson akarok számot adni magamnak az ott látottakról, úgy kell vigyáznom, nehogy olyat is leírjak, ami talán csak nekem tetszik, valahogyan visszásnak. Nekem, aki úgy szeretném látni mindig Aradot, mint a nemzeti fájdalom megtestesülését. Ha már a visszás szót kimondtam, mondok is róla valamit, de csak később. Előbb hadd dobogtassa meg szíveinket az a sok magasztosan szép képe egy nemzet alakot öltött fájdalmának, mely itt 35-40 ezer gyászba öltözött ember arcáról, a csoportos felvonulásból, a fátyolos lobogók lengéséből olyan meghatóan szól hozzánk. Arad nagy tere, talpi gyászban, méltó kerete e képeknek. Szabadságtér magas álbocerdeivel, mély jelentésű impulzáns gyászdíszítményeivel, igazi kálvária. Középen a magasban áll a Hungária arca, mintha megelevenednék, a koszorúját egy percre, mintha nem is az ő 13 szentje fölött tartaná, hanem az egész magyar nemzet fölött. S a magas kandeláberek lobogó lángja nyelve fönt, mintha beszélne az éggel, és mintha azt beszélné e 13 lángnyelv, hogy akik eszmékért áldozzák életüket, azok ellen hasztalan a világ minden Golgotája. Nagypéntek után húsvét következik. 30-40 ezer embernyi részvevőről beszélnek a napi krónikások. Lehettünk is annyian, de ha senki más nem lett volna is itt, mint az a pár száz régi honvéd, akik minnyájunknál több joggal szinte családi gyászt ünnepelni, talán utoljára jól esően kísérni magukat, jöttek el Aradra. Akkor is mélyen megható lett volna ez az ünnep. Nem tudom más, hogy van ezekkel a roskatag lépésű hajlott alapokkal. Én szeretnék mindig, ahol egyet látok, gyermeki hálás szeretettel kezet csókolni nekik. A kereszténység első százada végén lehettek úgy, az akkori fiatalok némely öregeikkel. Büszkén, dicsekedve, s némi irigységgel tekintgettek reájuk, hogy íme ez még színről színre látta a megváltót. Látunk-e mi is még, vagy csak hallani fogunk rólad, népek megváltója, szabadság. Sokan az akkori egyenruhájukban jöttek el. S ketten-hárman, ahol ők összeverődtek, a debreceniek meg éppen 13-an mindig csoportokban jártak, keltek együtt, az volt mindig a legfejestőibb csoport. A szabadságtértől, úgymond a vesztőhelyig, jó 3 kilométer a távolság. A nyári melegséggel letűző napon nem egy fiatal erőt is próbára tett ez az út, de az öregek megmutatták, hogy itt sem engednek a 48-ból, és ott volt valamennyi, odakint a vesztőhelyen. Micsoda szívet, lelket megvesztegető kép.
amint búcsújáról lassú menetben hömpölyög ki a fekete mező emberáradat, s amint leborul ott a rettenetes emlékű helyen, hogy áldó imádság mellett sóhajtsa el dicsőséges neveiket. Kinek ne jutott volna itt eszébe a költő igéje? Nép, mely dicsőt, magasztost, így magasztal, van élni abban hit, jog és erő. És én a visszás szavamra mégis itt érek rá. A szomorú hely tulajdonképpen ma sem a nemzeti még. Magántulajdon. Pár négyszögölnyi helyen egy kis dombocska, abban egy odaszúrt márványkaró, ez minden, ami a miénk. Templomot, mauzóleumot oda, nemzetem. Templomot, ahová minden magyar imádkozni járjon, ahol minden magyar egyé válik azoknak a szent eszméknek az imádásában, amikért ők egykor Bitofára, s onnan az örökké valóságba kerültek.